ahogy Geszti Péter is mondja, azt szeretnék lenni, aki akkor voltam, amikor az akartam lenni, aki most vagyok, hogyha én ezt 20 évesen megfogadom. Sziasztok! Szántó Péter vagyok, üdvözöllek titeket a villámkérdésekben. Ha még nem találkoztunk volna, annyit kell tudnotok ezekről a műfajokról, hogy fix kérdések vannak, viszont mély, átütő válaszok jönnek. A mai vendégem a rendszerváltás után a privatizációnak a csúcs korában a British American Tobacco-nál futott be egy nagyon durva karriert, élt több helyen, Mexikóban, Spanyolországban, trade marketingre szakosodott, és nagyon fontosnak tartja azt is, hogy az embereket menedzselje. A Batos karrierje után az MCM-nek lett az ügyvezető igazgatója, a vendégem Lippai Nagy Íris. Íris, köszönöm szépen, hogy itt vagy. Én köszönöm, hogy meghívtál. Az első kérdésem a gyerekkorodra megy vissza, hogy kaptál-e valamilyen olyan tanácsot, ami mai napig végigkísér? Konkrét tanácsot nem tudok mondani, inkább azt mondanám, hogy az egész életszemlélet, amit a szüleimtől hozok, az, ami segít engem is a saját életemben. Csak egy példát mondok, az édesanyám most 86 éves, 85 évesen egy sürgősségi műtétre került sor, aminek hatására, aminek következtében tüdőgyulladást is kapott, 10 nap intenzív. Az orvosok így készítettek arra, hogy hát igazából sokra nem lehet számítani, és amikor a mesterséges kómából fölébresztették és be tudtunk hozzá menni, ugye szeretett volna velünk beszélni, de a lélegeztetőgép miatt nem tudott. De az intenzíven erre föl voltak készülve, és kaptunk egy ilyen ABC-t, ami az első dolog, amit ő elmutogatott, az volt, hogy jól vagyok. És utána egész jól elbeszélgettünk így az ABC segítségével, és amikor eljöttünk, ő Szeged, és nagyon szeretjük, amikor ő betűvel beszél, akkor azt mutogatta el, hogy möggyógyulok. És egy hónap után, amikor hazavittük, kapott kórházi fertőzést, tehát amit lehetett, úgy mindent összeszedett, nem tudott fölülni, egyedül annyira le volt gyengülve, és egy hónappal később együtt mentünk el a családdal Szegedre, a szabadtérire, amit a 85. születésnapjára kapott. Na most ez az az életszemlélet és életigenlés, ami engem is segít, és ezt hozom otthonról leginkább. Mi az, amit tanácsolnál a 20 éves önmagadnak, nyilván egy fiktív példa, hogyha szembe jönne veled, és azt is mondd el, hogy akkor merre voltál? 20 évesen egyetemista voltam, akkor ismertem meg a férjemet, és azt tanácsolnám magamnak, hogy nem kell mindig tökéletesnek lenni, de ha visszagondolok, hogy én milyen voltam 20 évesen, ezt biztos nem hallottam Közösen. Volna meg, és nem fogadtam volna meg ezt a tanácsot, úgyhogy azt gondolom, hogy ahogy Geszti Péter is mondja, azt szeretnék lenni, aki akkor voltam, amikor az akartam lenni, aki most vagyok, hogyha én ezt 20 évesen megfogadom, akkor nem élem meg azokat a dolgokat, amiket meg kellett élnem ahhoz, hogy most itt legyen. Így van, úgyhogy... És ugorjunk 10 évet, akkor már megfogadnád a tanácsodat, hogyha 30 éves önmagadnak adnál egy valamit? Egy kicsit jobban, igen, egy kicsit jobban, de akkor jött az a döntés, hogy hazajövök Magyarországra kereskedelmi igazgatónak, vagy gyereket vállalunk, és tudtam, hogy ha hazajövök, akkor ez nagyon kitolódik, és igazából a gyerek mellett döntöttünk, ami egy nagyon jó döntés volt. Egy nagyon jó döntés. Gyerekemet se akarjam tökéletesen nevelni. Mert elég jó, ha én elég jó szülő vagyok, és elég jó az elég jó gyerek. És ilyenre is nevelted? Buktatók árán és sok tanulság árán, igen. Van olyan dolog, amiben az elmúlt években megváltozott a nézőpontod? Nagyon sok mindenben. Tehát, hogyha visszanézek mondjuk 30 éves koromra, akkor... Azt gondoltam, hogy a világ abból áll, amit én látok, és megtapinthatok, és ez a világ az, ami körülvesz, ez így, ahogy van, így létezik. És hát amit most látok, az, hogy a dolgok legkevésbé feketék és fehérek, hanem inkább a köztük levő sok ezer árnyalat. Az, hogy én valamit hogy csinálok, az nem jelenti azt, hogy a másiknak is úgy jó, vagy úgy kéne csinálni. És azt gondolom, hogy ezek nagyon fontos dolgok, amik így körülvesznek, de van valami, ami ennél azért egy kicsit több. Vannak furcsa dolgok, amik történnek veled? Úgy megdöbbensz, hogy miért történik ez mindig veled? Hát, ilyen nem nagyon van. Van, ami az életedben cikinek érezted, és túl is tudtál rajta lépni? Ami még mindig nehezen megy,
én nagyon könnyen teremtek bárkivel kapcsolaton, de például amikor magamat kell fényezni, vagy magamat kell olyan pozícióba hozni, hogy mindenkinek elmondjam, hogy hú, milyen klassz dolgokat csinálok, az nem megy. És láttam, hogy kellett volna, de úgy döntöttem, hogy én így érzem jól magam. Tehát, hogy én így vagyok autentikus saját magammal. Van olyan dolog, amiben te szentül hiszel, de nehezen tudod bizonyítani? Ez kicsit visszautal arra a kérdésre, hogy mit látok másképp. Én úgy gondolom, hogy többször élünk, tehát több életünk van. Ezt persze nem tudom bizonyítani. És amikor ennek az életünknek itt vége van, én valahogy azt gondolom, hogy azért még úgy ezen kívül sok minden más van. Amit nem tudunk megmagyarázni, de én úgy érzem, hogy ez létezik. Megfordítom a kérdést. Látsz-e olyan tanácsot a világba, vagy hallasz-e, ami szerinted egy ortáli nagy marhaság? Hát, mint tanácsot, nem tudok egyet mondani, de nagyon sok olyan dolgot látok a világban, ami bődületes marhaság. Hát például csak ahogy élünk a mindennapjaink, tehát ez a felfokozott rohanás. De ugyanúgy a British American Tobacco-nál, amikor elkezdtem dolgozni, nem volt otthon telefonunk, és a területi képviselőknek sem volt otthon telefonja. Nem, hogy mobilja. Nem, hogy mobilja, tehát otthon nem volt telefonja. Tehát például, amikor valamit szerettünk volna, először 12 képviselővel kezdtünk, szerettünk volna velük mondjuk egy fontos hírt közölni, mondjuk egy áremelést, akkor én fölhívtam a Magyar Postát, és 12 táviratot küldtünk ki ezzel az információval. És működött és a működött, vállalat. És eladtunk, és termeltük a profitot. És közben nagyon jó, hogy változott a világ. De nem szabad túlzásokba esni. Így van, így van. Vannak olyan gondolatok, ami mentén éled az életed? Kettőt említenénk. Az egyik, bár mondtam, hogy nem vagyok a szó eredeti értelmébe vallásos, de az egyik egy Szent Ferenc ima. Ez a Uram, adj erőt, hogy legyek elég türelmes ahhoz, hogy elviseljem azt, amit nem tudok megváltoztatni. Adj erőt és bátorságot, hogy megváltoztassam azt, amit tudok. És adj elég bölcsességet, hogy a kettő között különbséget tudjak tenni. Ez lenne az egyik. A másik pedig egy indiai történet, egy herceg kisasszony megkér egy nagy tanítót, hogy írjon valamit az emlékkönyvébe. Olyan gondolatokat, amik segítik őt akkor, amikor nagyon boldog és minden nagyon jól megy, hogy ne szálljon el és maradjon a földön, és egy hét múlva visszamegy az emlékkönyv, mert alig várja, hogy mennyi bölcsességet és okosságot fog olvasni, és a guru megkér, hogy menjen haza, és csak otthon nézze meg, hogy mit írt. Hazamegy, kinyitja a könyvet, és egyetlen szó áll benne. Ismered? Nem, azt hittem, hogy üres a mód. Ja nem, egyetlen szó áll benne, és az a szó, hogy elmúlik. És ez is sokszor segít átlendülni bizonyos dolgokon. Mert... Ezt angolul úgy fogalmaznád meg, hogy it too shall pass. Igen. Van egy ilyen, és szerintem amúgy egy ilyen buddhista valamiben igen, olvastam, igen. És kerestem nagyon a magyar szót. És most, ahogy így lemondtad azt az egymondatot, pont ez, hogy it too shall pass. Uh-huh. Nem tudtam megfogni, hogy elmúlik. Hétvégenként vagy esténként milyen szenvedélynek hódolsz? Hát hétvégenként imádok túrázni. Én 2013-ban megcsináltam a Caminót, előtte soha nem volt ilyen szenvedélyem, tehát ugye ez nem egy gyerekkori... Hogy kattant ez be? A Camino? Hát ez is érdekes. Tehát például amikor először Spanyolországban éltünk, ugye akkor 30 éves voltam, ellátogattunk Santiago-ba is, és akkor láttam az alándokokat, és ilyen csodabogának néztem nem őket, hogy mit csinálnak, miért csinálják, tehát hogy az egész olyan, hát elfogadtam, de úgy, hát olyan távol állt tőlem, hogy ez föl sem merült bennem akkor, hogy erre én valaha vágyni fogom. És akkor ahogy teltek az évek, velem is történtek a dolgok, és így egyre több olyan cikk, könyv, film talált meg, ami a Camino-ról szólt. Ugye ezek nem véletlenek. Valószínűleg korábban is voltak ilyenek a környezetemben, csak nem figyeltem föl rájuk. És így megszületett bennem ez a vágy, és amikor eljöttem a BAT-től, és mielőtt mentem az MCM-be, megengedtem magamnak azt a luxust, hogy 6 hétre elmentem, és végig tudtam járni a Caminót. Voltak olyan fő döntéspontjaid, ami miatt azzá váltál, aki vagy?
Hát biztos. Most így biztos kell gondolnom, hogy... Így retrospektív. Igen, mik, igen, hogy mik voltak azok. Hát például az első, az egyetem. Én nagyon sokáig régész szerettem volna lenni. És az édesapám, aki közgazdász volt, és én mindig imádtam utazni, énekeltem egy kórusba, és a kórussal tudtam már a 80-as években is eljutni, igen, tehát eljutni Finnországba, Belgiumba, ami akkor azért gimnazistaként a 80-as években nem volt mindennapos. És akkor az édesapám mondta azt, hogy figyelj ide, itt van ez a nemzetközi kapcsolatok szaka, hát akkor még Marsz Károly Tudományegyetemen, ha régésznek még nem biztos, hogy ennyit fogsz tudni utazni, mert azért lássuk be, nem magyar régészek szoktak Egyiptomba menni. Viszont, ha mondjuk elmégy közgazdásznak nemzetközi kapcsolatok szakra, akkor erre nagyobb esélyed van. És hát ugye itt az, amikor a szív meg az ész az nem annyira játszott együtt, és hát az utolsó pillanatig nem tudtam, hogy mit fogok dönteni, és végül is nagyon örülök, hogy a közgáz mellett döntöttem. Nem csak azért, mert utána nagyon megszerettem, mindig is szerettem, amit csinálok, itt ismertem meg a férjemet, tehát hogy nem tudom, hogy az eltén mi lett volna, de végül is ez egy jó döntésnek bizonyult. De ugyanilyen volt, amikor azt mondtuk, hogy most már itt az ideje, hogy gyerekünk legyen. Kereskedőként maradtál, nem jöttél haza? Hát hazajöttem, de nem kereskedelmi igazgatónak, hanem azért, hogy gyereket szüljek. Tehát ez is egy olyan döntés volt. És még utána van más, vagy nagyjából ez a kettő fő, hát, ami... Az összes többi, mert amikor a fiam egy éves volt, kaptunk egy lehetőséget, hogy Mexikóba menjünk. És oda ki is mentetek? Ki is mentünk, igen. Tehát nyilván, nem fogadtál el egy évvel azelőtt, vagy mondjuk két évvel azelőtt egy ajánlatot, de közben meg nagyon hamar jött egy másik, akár igen. Még durvább, hát, vagy egy más szempontból van, különleges lehetőség. És ezért volt egyébként fantasztikus a cég. Tehát azzal, hogy én elmentem gyereket szülni, és otthon maradtam egy évig, nem az volt, hogy leírtak, hanem jöttek egy olyan ajánlattal, ami azért őszintén visszautasíthatatlan volt. És nyilván az, hogy akkor azt elvállaltuk, ott éltünk 2,5 évet, az hozzájárult ahhoz, aki most vagyok. Tehát én azt gondolom, hogy minden ilyen nagyobb fordulópont az életemben, vagy az életünkben, mert ezt már családilag hoztuk, az hozzátett. Tehát azok az út kanyarok vezettek ehhez a pontig, hogy most itt ülünk. Hát remélem, hogy nagyon sok, vagy ez egy példateremtő dolog más cégek számára is, hogy akik úgy döntenek, hogy családot vállalnak, hogy így támogassák őket utána. Hát igen, én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon humánus volt mindig is a cég, és én nagyon sokat köszönhetek ennek a hozzáállásnak, mert amikor Mexikó után hazajöttünk és megszületett a lányom, akkor is otthon maradtam 15 hónapon, és utána is egy olyan pozíciót ajánlottak, amivel erőre tudtam lépni. Menjünk a negatív dolgokra és a kudarcokról beszéljünk. Van kedvenc kudarcod, ami így utólag visszanézve teljesen kellett az életedbe? De akkor persze nagyon fájt. Hát az első spanyolországi tapasztalat az nagyon fájt. Akkor vezetőként tanultam rengeteget. Ugye ezt tudni kell, hogy a 90-es évek elején az ide érkező külföldi cégek olyan munkaerőt találtak, aki abszolút túlképzett volt az adott pozícióra. Tehát, mint egy ilyen kis elkényeztetett herceglány érkeztem Spanyolországba, ami ott a BAT a legkisebb cég volt, évek óta veszteséges, és kaptam 4 spanyol macsót a csapatomba, és én ugyanúgy vezettem a csapatot, mint eddig. Itthon megőrültek volna tőlem, hogyha naponta megnézem, hogy minden rendben van-e. Hát ott meg kellett tanulnom, és ez hosszú, tehát igazából az nem is volt egy sikeres, vezetői szempontból sikeres időszak, mert sokáig nem jöttem rá arra, hogy miért nem történnek a dolgok, és akkor rájöttem arra, hogy nem azt kell kérdezni, hogy érted-e, hanem megválaszolandó kérdéseket kell föltenni, amivel csekkolom, hogy érti-e. Erre itthon nem volt szükség, és én azt gondoltam, hogy én tök jó csinálom, és aztán kiderült, hogy hát más kultúrában, más felkészültségű emberekkel ez másképp kell, hogy történjen. Viszont ez kellett ahhoz, hogy Mexikóban már ezeket tudjam. Hogy néz ki a reggeled? Első 30-60 perce van-e valamilyen rutinod? Hát én bármilyen korán kell, hogy felkeljek, mondjuk a repülőhöz megyek, én akkor is legalább egy jó fél órával, de ideális esetben egy órával korábban felkelek, és minden alkalommal reggelizek. Tehát én reggeli nélkül
nem jövök el otthonról. Mi a bajnokok reggelije? Általában gyümölcs, tehát valamilyen gyümölcs, ma például naspolya. Nagyon szeretek otthon gyalogolni a futógépen, tehát ez az, ami engem kikapcsol, meg egy kicsit karban tart. De hogyha mondjuk korán reggelre kell beérni, akkor ez nem mindig fér bele az időmbe. Mi volt az eddigi legjobb befektetésed? Fú. Hát mondhatok közhelyeket, hogyha ha most nem pénzügyi befektetésre gondolunk, bár elég sok pénzbe is került, az azt gondolom, hogy a gyerekeim tanítatása. Van olyan könyv, amit sokat ajándékozol? Nem nagyon szoktam ugyanazt a könyvet ajándékozni. Általában olyat ajándékozok, amit éppen olvastam és nagyon tetszett, és van olyan ember, akinek úgy gondolom, hogy ez tetszene. Van pár, ami eszedbe jut? Például sok Szabó Magdát olvastam, és azokat úgy a barátnőim úgy kaptak egyet-egyet, ami úgy gondoltam, hogy úgy megszólítja őket. De amit ajándékozni szoktam, azok inkább idézetek. Például Gibronnak a Prófétája az egy ilyen kifogyhatatlan tárház, tehát ugye abban a gyerekekről szóló idézet az mindig találó, amikor a barátok között vagy a családban a gyerek születik. Az ugye arról szól, hogy gyerekeitek nem a ti gyerekeitek, hanem ti csak az íjak vagytok, ami megfeszíti a nyilat, ami messzire repül, és nem tudtok a lelküknek házat adni, csak a testüknek, és hagyjátok, hogy szabadon szárnyaljanak. A házasság, nem tudom szó szerint idézni, de az pedig arról szól, hogy együtt éltek, és egyétek egymás kenyerét, de ne egymás tányérjából egyetek, és miként a templom oszlopai is egymás mellett állnak, és tartják a templomot, és a landhúrjai is egymás mellett vannak, és ugyanazt a zenét játsszák, így legyetek egymás mellett, és ne egymást elnyomva. Mire gondolsz, amikor izgatott leszel? Sok minden lehet. Tehát én nagyon tudok örülni egy jó színháznak, egy baráti beszélgetésnek, tudok várni egy utazást. Úgyhogy ez nagyon, nagyon sok minden. Ha foghatnál egy óriás plakátot, bárhova helyezhetnéd és bármit írhatnál rá, hova helyeznéd és mit írnál rá? Hát a Budaörsre bevezető útra, mert ott sokan járnak, azt én tudom. Hát, és mit írnék rá? Hát az, hogy szeressük egymást, kedves gyerekek. Tehát, hogy amit így a világban most látok, sokkal egyszerűbb lenne az életünk, hogyha nem egymás. Például ez a Caminóban nagyon szép. Mindenki el akar jutni Santiagóba, de nem egymás kárára, hanem egymás mellett. És azt gondolom, hogy egy jobb világot tudnánk élni, hogyha nem egymás vállán próbálnánk előre jutni, hanem mindenki odafigyelne a másik. Nem csak úgy lehet nyerni, hogy valaki Igen. veszít. Igen. Nem, csak azt akartam még mondani, hogy ahogy szokták mondani, hogy vagy két dolog biztos, az adó meg a halál. Tehát én azt gondolom, hogy abban a pillanatban majd, amikor innen elmegyünk, nem az fog számítani, hogy mi volt a névjegykártyánkon, vagy mennyi pénz volt a bankszámlánkon, hanem hogy milyen emberek voltunk, és mennyire tudtunk szeretni. Csak ezt el szoktuk felejteni a mindennapokban. Vannak e-mailezési trükkjeid? Hát, ebben nem vagyok túl. Amit szoktam, a rengeteg e-mail, amit kapok naponta, nehéz kiválogatni, ami fontos, és nem mindig tudok rá válaszolni. Azt általában el szoktam menteni a piszkozataim közé, és akkor a piszkozatokat nézem meg, hogy mik azok, amikkel igazából foglalkozni kell. Az utolsó kérdés jön. Hogyha minden erőforrás a rendelkezésedre állna, ezzel alatt lehet érteni pénzügyit, lehetőségbeli, bármit, mihez kezdenél? Engem van egy nagy álmom. Ahhoz mondjuk kéne lottóznom, amit nem nagyon szoktam megtenni, tehát hogy néha amikor eszembe jutok, azért veszek egy szelvényt. Én szeretnék egy olyan idősek otthonát csinálni, ami össze van kapcsolva egy óvodával. Ahol így együtt élnének, nyilván nem minden egyes pillanatban, de ahol nem lennének elszakítva mondjuk a gyerekek az idősektől, látnák azt, hogy az életünknek igenis része az, hogy megöregszünk, esetleg betegek vagyunk, esetleg elmegyünk innen, és az idősek is kapnának egy csomót abból, hogy gyerekekkel vannak. Lehet, hogy még egyszer megnyerem az ötöst. Lehet, akkor most ezután veszel egy Lehet, igen. Iris, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Nektek köszönöm szépen, hogy néztétek és végighallgattátok. Nekem nagyon tanulságos volt és élveztem, remélem, hogy ti is.
Hogyha nem vagytok még feliratkozva, akkor mindenféleképpen nyomjatok rá a feliratkozás gombra, és mellette a csengőre is, hogy ne maradjatok le ezekről a tartalmakról. Valamint, hogyha van kérdésetek vagy gondolatotok, indítsunk el egy beszélgetést, írjátok meg kommentben. Köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok!